C.S. Lewis Narnia krónikái. A varázsló unoka öccse. 13. fejezet. Váratlan találkozás. Ébredj, Digori! Ébredj, sólyom! Kiáltotta csengő hangon Poli. Kihajtott a karamellafa, és micsoda tündöklő reggel van. A kellő nap sugarai alacsonyan, szinte szemmagasságban törtek át a fák lombjain keresztül. A fű friss harmattól gyöngyözött, ezüst pókhálók lebegtek fölötte. Egy karnyújtásnyira tőlük apró, sötét lombú fa állt. Fehérlő levelei papírvékonyak voltak, akár a holdviola, és ágai roskadásig megteltek egy kicsiny barna gyümölcsel, amely leginkább a datojára emlékeztetett. Urrá! Lelkendezett Digori. De előbb fürödni megyek. Lefutott a virágzó bozótoson át a folyóhoz. Fürödtél már hegyi folyamban, amely sekély zuhogókon átszögdítsel a napsütésben piros, kék és sárga kavicsokon? Olyan üdítő, mint a tenger. Sőt, talán annál is különb. Persze Digorinak vizesen kellett újra ruhába bújnia, de bánta is ő. Amint visszatért, Poli ment le lubickolni. Legalábbis így számolt be az eseményről, bár tudjuk, sosem volt valami híres úszó, de ezt inkább ne firtassuk. Sólyom is lelátogatott a vízhez, épp csak térdig állt benne. Lehajolt, nagyokat kortyolt belőle, majd megrázta sörényét és vígan nyerített 2-3-at. Poli és Digori nekiesett a fa fenséges gyümölcsének. Nem volt egészen karamella ízű, hanem sokkal inkább puhábbnak és rostosabbnak tűnt. Inkább nevezhetnénk gyümölcsnek, mint cukorkának. Sólyom pompásan megreggelizett, megkóstolta a karamella bogyót is, de azt mondta, kora reggel szívesebben legel füvet. Némi ügyetlenkedés után a gyerekek felmásztak a hátára, aztán nekivágtak az utazás második felének. A repülés még a tegnapinál is kellemesebbnek bizonyult, hiszen egyrészt felfrissültek, másrészt hátukat érte a kelő nap. Jóval szebbnek látták a vidéket így, hogy nem vakította el őket a fény. Csodálatos útjuk volt. Mindenfelől hatalmas, hófötte hegyek nyúltak az égig. A völgyek üdezöldben terültek el alattuk, és a patakok, amint a gleccserekből a folyó felé szaladtak, úgy kék lettek előttük, mintha gigászi ékszer kiállítás fölött repülnének. Szinte azt kívánták, bárcsak tovább tartana a kalandnak ez a része. De hamarosan, amikor beleszimatoltak a levegőbe, egymás után megszólaltak. Hát ez mi lehet? Nem érzitek ezt a furcsa illatot? Vajon honnan jöhet? Mert valahonnan szemből mennyei illat árad feléjük, meleg és aranylóan dús, mintha a világ legnemesebb gyümölcsei és virágai árasztanák. Ez abból a völgyből jön, ahol a tó van, mondta Sólyom. Igen, kiáltotta Digori. Nézzétek, ott van a zöld hegy a tó túlsó végén. Milyen kék a vize? Csak is ez lehet az, mondták egyszerre mind a hárman. Sólyom nagy köröket írt le, ahogy egyre lejjebb és lejjebb ereszkedett. A jeges csúcsok mind magasabbra nyúltak mellettük. A levegő pillanatról pillanatra simogatóbbá és édesebbé vált. Olyan édessé, hogy az illat csak nem könnyeket csalt a szemükbe. Sólyom hatalmas, kiterjesztett szárnyával mozdulatlanul siklott lefelé. Patáit földetérésre készen előre nyújtotta. A meredek zöld orom sebesen közeledett. Néhány perc múlva, egy kis botlatozást követően, ismét szilárd talajon álltak.
A gyerekek legurultak a lóról, de nem ütötték meg magukat a sejmes, langyos fűvön. Apró szívdobogással keltek fel. A meredek kapaszkodó alsó szakaszán értek földet, és már is nekieredtek, hogy fölkaptassanak a csúcsig. Sólyom alig, ha birkózott volna meg vele, ha nem egyensúlyoz olykor a két szárnyával. A hegy legtetején magas fal futott körbe, melyet sűrűn benőtt a repkény. A falon belül fák tornyosultak, ágaik áthajoltak a kerítés peremén. Leveleik nem csak zöld, hanem kék színűek is voltak, és ezüstre váltak, ha a szél meglibbentette őket. A hegytetőn szinte körül kellett járniuk a zöldellő falat, mire rábukkantak a kapura. Keletre néző két szín arany szárnya zárva volt. Sólyom és Poli mindeddig úgy képzelte, együtt mennek majd be Digorival. De ekkor egyszerre elbizonytalanodtak. Erről a helyről minden kétséget kizáróan látni lehetett, hogy magánterület, és valaki máshoz tartozik. Csak egy futóbolond gondolhatta, hogy szó nélkül besétálhat ide, vagy egy olyan személy, aki különös küldetést teljesít. Digori azonnal megértette, hogy a többiek semmi szín alatt nem juthatnak be vele együtt. Egyedül ment hát a kapuhoz. Ott állt előtte és megpillantotta az ezüstbetűket az aranykapun. A szöveg a következő volt. E kapun jöjj be, vagy be se lépj. Add másnak a gyümölcsöm, vagy le se tépd. Ki tolvajként mászik a falon át, vágyai vermében leli magát. Add másnak gyümölcsöm, ismételte magában Digori. Hiszen éppen ezért vagyok itt. Gondolom, ez azt jelenti, hogy én nem ehetem meg, és nem használhatom fel a saját céljaimra. Arról halvány sejtelmem sincs, mit akar az utolsó sor jelenteni. E kapun jöjj be. Rendben. Ki akarna falat mászni, ha bemehet a kapun? De hogy nyílik ki az ajtó? Kezét a kapu két szárnyára tette, és az hirtelen, befelé nyílva szinte hangtalanul, szélesre tárult. A kertbe pillantva még nyilvánvalóbbá vált a számára, hogy magánterületen jár. Megilletődve lépett be, és körülnézett. Odabenn tökéletes csend fogadta, még a kert közepén feltörő szökőkút is alig neszezett. Digori körül bódító illat keringett. Boldog, de igen magasztos zug volt ez. Azonnal ráismert a fára, mert a kert közepén állt, és tele volt hatalmas, ezüstösen ragyogó almákkal, amelyek akkora fényt árasztottak, hogy még azokat az árnyékos foltokat is megvilágították, ahová a napfény nem férkőzött be. Egyenesen odament, letépett egy almát, és norfolki szabású zakójának zsebébe csúsztatta. Nem tudott azonban ellenállni a kísértésnek, előtte még alaposan szemügyre vette, sőt, meg is szagolgatta. Pedig okosabb lett volna, ha nem teszi. Rögtön kínzó szomjúság és éhség tört rá, sóvárgó vágyat érzett, hogy belekóstoljon. Sietősen bedugta a zsebébe, de orra előtt ott csüngött fürtökben a többi. Vajon igazán bajba jutna, ha megkóstol egyet? Elvégre a kapun lévő felirat nem határozott parancs volt, hanem csak jóindulatú tanácsnak tűnt. Azzal meg kitörődik. És ha parancs? Megszegné, ha egyetlen egy almát megenne? Az add másnak részt mindenképpen teljesíti. Mialatt így morfondírozott, önkéntelenül is feltekintett az ágakon keresztül a fa tetejére. A feje feletti ágon egy csodálatos madár bóbiskolt, vagy legalábbis bóbiskolni látszott. A fél szeme viszont résnyire nyitva volt. Az állat a bagolynál nagyobb lehetett, melle sáfrány, farka mély bíbor színekben pompázott. Fejét egy skarlát színű bóbita díszítette.
Ez is bizonyítja, jegyezte meg Digori később, amikor a többieknek elmesélte a történetet, hogy az efféle elvarázsolt vidéken nem árt az óvatosság. Sosem lehet tudni, ki leskelődik utánad. Én viszont úgy vélem, hogy Digori a figyelmeztetés nélkül sem szakított volna le magának még egy almát. A ne lopj tilalmát akkoriban sokkal erősebben a lelkére kötötték a gyerekeknek, mint manapság. Ennek ellenére természetesen nem tudhatjuk, mi történhetett volna. Digori ekkor megfordult, hogy visszamenjen a kapuhoz, de még egy utolsó pillantást vetett a kertre. Még a szívverése is elállt. Nem volt egyedül. Nem messze tőle ott állt a boszorkány, és épp elhajított egy lerágott almacsutkát. A leve jóval sötétebb volt a megszokottnál, de rettentően bemaszatolta Jadis arcát. Digori azonnal rájött, hogy a boszorkány csakis a falon keresztül szökhetett be. Már is felvillant benne, mire célozhatott az utolsó sor a meglelt vágyról, amely vesztébe dönti a tolvajt. A boszorkány félelmetesebbnek és kevélyebbnek tűnt, mint valaha, és szája diadalittas mosolyra húzódott. De az arca halott fehér volt, fehér, mint a hó. Mindez egy másodperc alatt villant át Digori agyán, aztán sarkon fordult, és teljes sebességgel elindult a kapu felé. A boszorkánya nyomába szegődött. Mihelyt kint volt, a két kapuszárny magától becsukódott mögötte. Egérutat nyert, de nem sokáig. Odaért a társaihoz, és rájuk kiáltott. Gyorsan, ugorj fel, Poli, állj fel, sólyom! A boszorkány átvetette magát a falon, és már a sarkukban loholt. Egy lépés se tovább! Kiáltotta felé fordulva Digori. Vagy menten eltűnünk. Maradjon ott, ahol van. Bolond gyerek! Szólt vissza a boszorkány. Miért akarsz elszökni előlem? Hiszen én nem bántalak. Ha most nem hallgatsz rám, elszalasztod a lehetőséget, amivel egész életedre boldoggá tehetnélek. Köszönöm, nem vágyom rá! Felelte Digori öntudatosan, de nem mondott igazat. Tudom, milyen küldetésben jársz, folytatta a boszorkány. Én voltam az, aki odalopózott hozzátok múlt éjszaka az erdőben. Minden szavatokat hallottam. Elloptál egy almát a kertből, amely most is a zsebedben lapul. És azon vagy, hogy elvidd az oroszlánnak anélkül, hogy belekóstolnál. Hogy ő egye meg, hogy az ő boldogságát szolgálja. Milyen együgyű vagy? Tudod, miféle gyümölcs ez? Hát elárulom neked. Az örök ifjúság almája. Az élet almája. Én tudom, mert ettem belőle, és már is érzem magamon a változást. Sosem öregszem, vagy halok meg. Edd meg, bátran fiam! Edd csak meg! És mindketten, te is, én is örökké élünk majd. Az egész világ királya és királynője leszünk. Vagy ha vissza akarsz térni a tiédbe, hát ott fogunk uralkodni. Köszönöm, nem, felelte Digori. Mihez kezdenék egy vége nincs élettel, ha már minden rokonom és barátom meghalt? Inkább érjem meg a magam rendes idejét, és ha meghaltam, kerüljek a mennyországba. És mi lesz az édesanyáddal, akiről annyiszor mondtad, hogy szereted? Hogy jön most ő ide? Kérdezte Digori. Hát nem érted? Ebből az almából egyetlen harapás is elég, hogy meggyógyuljon. Ott udorodik a zsebedben. Most egymás között vagyunk. Az oroszlán valahol messze jár. Birtokodban van a varázslat, hogy hazamenj a saját világodba. Egy perc alatt ott ülhetsz anyád ágyánál, és odaadhatod neki az almát.
5 perc múlva pedig láthatod, hogyan pirul ki újra az arca, hogyan múlik el minden baja. Megerősödik. Aztán álomba merül. Gondolj csak bele. Nyugtató, édes, természetes álom. Gyötrelem és altató nélkül. Másnap már mindenki a csodálatos gyógyulásról fog beszélni. Újra olyan lesz minden, mint régen. Felvidul az egész ház, és te is úgy élhetsz, mint más gyerekek. Ó! Digori a fejéhez kapott, mintha kínzó fájdalom hasított volna belé. Most értette meg, milyen iszonyú választásra kényszerült. Ugyan, mivel kenyerezett le az oroszlán, hogy hálából a rabszolgája légy? Fújta rendületlenül a boszorkány. És mit árthat ő neked, ha egyszer már visszatértél a saját világodba? Vajon mi lenne anyád véleménye, ha tudná, hogy megszabadíthattad volna a kínjaitól? Visszaadhattad volna az életét? Megkímélhetted volna apádat attól, hogy összetörjön a szíve? De te mindezzel nem törődtél, hanem egy vadállat fullajtárjaként rohangáztál valami idegen világban, amelyhez semmi közöd? Én tudom, hogy nem vadállat, felelte remegő hangon Digori, hanem ő nem is tudom. Ha nem az, akkor még annál is rosszabb, mondta a boszorkány. Nézd meg, már is mit művelt veled, milyen szívtelenné tett téged. Így bánik el mindenkivel, aki hallgat rá. Cudar, könyörtelen fiúvá váltál, aki inkább hagyná, hogy az édesanyja meghalljon, mint sem. Fogja már be a száját, mondta elgyötört hangon Digori. Azt hiszi, én nem tudom, mire megy ki a játék. De ha egyszer megígértem, ej, magad sem tudod, hogy mit ígérsz. És itt ki akadályozhatna meg? Éppen az édesanyám, mondta Digori a szavakkal küszködve. Nagyon nem tetszene neki. Ebben nem ismert tréfát. Nála az ígéret szent, és lopni sem szabad. Ő maga szólna rám azonnal. Meg ne tedd! Igen, ezt mondaná, ha itt lenne. Hiszen meg se tudná, szólt olyan hízelkedő kedvességgel a boszorkány, amilyet nem várt volna senki egy ilyen vadszörnyetektől. Csak nem szabad elárulnod neki, honnan szerezted az almát. Apádnak sem kell tudnia róla. Egyáltalán mi köze hozzá bárkinek? S ha félsz, hogy valaki elkotyogja, akkor egyszerűen nem viszed vissza magaddal a kislányt. Ezzel az ötlettel végzetes hibát követett el a boszorkány. Persze Digori tudta, hogy Poli a maga gyűrűjével épp oly könnyűszerrel hazatérhet, akárcsak ő a sajátjával, de a boszorkánynak erről fogalma sem volt. A Poli cserben hagyására tett utolsó javaslata azonban minden eddigi szavát is egy csapásra üres hazugsággá zúzta. És bármilyen kutyaszorítóban érezte is magát Digori, hirtelen kitisztult a feje, és már egészen más, magabiztos hangon vetette oda. Ide figyeljen! Minek ártja bele magát a mi dolgunkba? Miért lett olyan fontos magának az én édesanyám? Mi köze magának hozzá? Egyáltalán mit akar ezzel elérni? Ez az, Digori! Súgta a fülébe Poli. Menjünk, de tüstént! Poli eddig nem mert megszólalni, hiszen nem az ő édesanyja volt halálos beteg. Gyerünk! Digori feldobta a kislányt sólyom hátára, majd villámgyorsan maga is felugrott. A ló kiterjesztette szárnyait. Menjetek csak, bolondok! Kiáltotta utánuk a boszorkány. Jussak majd eszedbe, fiú, halálod óráján, amikor öregen, elgyengülve fekszel, és emlékezz rá, hogyan tékozoltad el az örökké tartó ifjúságot. Nem lesz, aki még egyszer felajánlja neked. Már olyan magasan jártak, hogy alig hallották a hangját,
a boszorkány nem is vesztegette arra az idejét, hogy utánuk bámuljon. Az utazók még látták, amint a hegyen lefelé nekivág északnak. Aznap korán reggel indultak, és a kerti kaland sem tartott sokáig. Így hát Sólyom is, Poli is úgy vélte, míg az éj leszállta előtt visszatérhetnek Narniába. Digori a visszaút alatt nem nyitotta ki a száját, társai pedig nem merték megzavarni elmélkedését. Szomorú volt, hiszen nem tudta eldönteni, helyesen cselekedett-e. De valahányszor eszébe jutottak az aszlán szemében látott könycseppek, remény töltötte el. Sólyom egyenletes iramban fáradhatatlan szárnycsapásokkal repült egész nap. Keletnek tartott, amerre a folyó vezette, a hegyeken keresztül és a vad erdők borított a dombok fölött. Majd elhagyva a nagy vízesést, mind lejjebb és lejjebb ereszkedett, ahol már Narnia rengetegei susogtak a hatalmas szírt falak árnyékában. Mikor az égbolt alkonybíborba borult a lehanyatló nap utolsó sugaraitól, Sólyom megpillantott egy tisztást a folyó partján, ahol az állatok nagy csoportja gyülekezett. Csak hamar magát Aszlánt is felismerte a sokadalom közepén. Sólyom megkezdte a leszállást. Négy lábát szétterpesztette, szárnyait összecsukta, s talajt érve még könnyedén futott egy darabig, aztán lassított és megállt. A gyerekek leugrottak a hátáról. Digori látta, hogy az állatok, törpék, faunok, nimfák mind hátrahúzódnak jobb és bal kéz felé, és utat nyitnak előttük. A kisfiú egyenesen Aszlánhoz ment, átnyújtotta neki az almát, és így szólt: ahogy kívántad, uram, elhoztam az almát.